Egy kis vállalkozás vagyunk itt a környéken. Jelen pillanatban kétféle sörünk van, egy lágersör és egy búzasör. Tervek között szerepel, hogy néhány újfajta sörrel bővítjük majd a kínálatunkat. 2016-ban alakult meg a vállalkozás, ebben az időben még úgy gondoltuk, hogy majd a saját sörfőzdénket nyitjuk meg, de pénzügyi forrás hiányában úgy döntöttünk végül, hogy a gerilla sörfőzést választjuk, ami azt jelenti, hogy otthon kicsiben lefőzöm a sört, amit elképzeltem, összerakom a receptúrát, finomítom, amíg úgy nem gondolom, hogy elértük a tökéletest, és aztán szerződést kötünk egy nagy sörfőzdével, és ott főzzük le nagyban, nagy mennyiségben a sört. Körülbelül éves szinten 200 000 liter sörnek a legyártásához megfelelő üzemköltsége olyan 250 000 euróba kerül. Ez még nem tartalmazza az alapanyagokat induláskor, a csomagolóanyagot, az értékesítési promóciós költségeket. Ezekkel együtt körülbelül 300 000 euróra rúghat ennek a költsége. Mi vevőink közé a helyi kisebb üzletek tartoznak, kifejezetten sörökkel foglalkozó speciális sörszaküzletek, szintén értékesítünk rendezvényeken, szezonális rendezvényeken a környéken. Vannak kezdeményezések kisebb sörfőzdék által, hogy saját ültetvényeket indítanak el. Ez még gyerekcipőben jár, biztos, hogy még néhány évbe bele fog telni, hogy ezt ért hódítson és saját alapanyagokkal dolgozzanak.